Itt is ő már velem szemben, Őrsi Gergely polgármester, Budapest főváros második kerületi önkormányzatától. Isten hozta, szép reggelt! Jó napot kívánok, tiszteltem! Budai Ciszterci Szent Imre gimnáziumban végzett, hogyha jól tudom, úgyhogy feltételezem, hogy ott is voltak zarándoklatok. Igen, voltak természetesen zarándoklatok, lelki gyakorlatok. Most más minőségben. Most abszolút más minőségben. Más minőségben készülünk erre a jubileumi zarándoklatra. Ez az első olyan zarándoklat, ami egyfajta közös összefogás, amiben így az önkormányzat ennyire szervesen kiveszi a részét? Több szempontból az önkormányzat és főváros önkormányzata mindig támogatta a tudomásom szerint. Ami most ebben újdonság, hogy a Budapest brand, vagy Budapest tuninges elnézést, furcsa így mondani, hogy igen, egy ilyen progresszív cégnév, ami a fővárosi önkormányzatnak a cége, egy zarándoklathoz kapcsolódik, és a második kerületi önkormányzat segíti és bővíti a programokat. Amikor először voltunk kint a helyszíni bejáráson, ugye a Mária Remetei Bazilikánál, akkor nagyon sokat gondolkoztunk, hogy hogyan tudnánk egy kis pluszt adni hozzá. És azt hiszem, hogy sikerült ezt elérni, hogy tényleg itt a közösséget bevonva egy olyan zarándoklat legyen, de voltak természetesen technikai megoldandó feladatok is, például, hogy nálunk most zajlik a lomtalanítás, és hogy úgy sakkozzunk a körzetekkel, hogy méltó legyen a zarándoklat útvonalához az a útvonal, ahol megyünk. Tehát ezt sikerült megoldani. Mert azért azt ritkán látni, nyilván van, egy önkormányzat tud róla, tehát bejelentik, feltételezem, hogy a rendőrség is valahol azért az utcánkban igyekszik a rendet fenntartani, óvni a zarándokokat, de hogy ez azért az ritka, hogy az önkormányzat ki szeretné venni a részét egy ilyen zarándoklatban, egy ilyen egyházi eseményből. Alapvetően én azt hiszem, hogy egy zarándoklat az egy kiváló alkalom arra, hogy azok is, akik mondjuk nem ismerik Mindszenty történetét, nem ismerik az ő hitéleti és közéleti tevékenységét, megismerjék, hiszen ez nagyon fontos. Ezen túl pedig szeretnénk, hogyha az egyházi közösségek és akár a nem vallásos közösségek is egymásra találnának, hiszen nálunk hagyományosan van egy ilyen együttműködés, amit igyekszünk minél erősebbé tenni. És nem csak a zarándoklat képes arra, hogy felhívja a figyelmet, hogy itt sétál, itt gyalogol, itt imádkozik, reményeim szerint nagyon sok ember, utána néznek, tájékozódnak, eljönnek. Lesznek olyan programok, bevontuk a Hidegkúti közösséget erről, ha megengedi, akkor majd egy-két percet külön beszélnék, mert nagyon fontos üzenete van szerintem. És ezzel párhuzamosan kialakítottunk egy olyan tanösvényt is, ami a budai egyházi örökségre és az egyházi nevezetességekre hívja föl a figyelmet. Akár a befejezetlen Szentföld Bazilika, akár a Pálos Kolostornak a romjai, hiszen Buda talán, és ezen belül is a második kerület, az egy leggazdagabb az olyan hitéleti emlékhelyekben, amire nincsen figyelemfelhívó tábla. Legyen szó katolikus, evangélikus, vagy éppen zsidó, görög, katolikus emlékhelyekről, zsinagógáról, templomokról, és ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy megismerjük azt, hogy hol élünk, hogy megismerjük ennek a történetét. Én gyakran vezetek sétát a kerületben, helytörténetű sétát, és ott mindig nagyon furcsa, hogy el kell mondani a szerzetes rendek történetét, amikor ugye II. József betiltotta a szerzetes rendeket, és hogy például a Margit körúti ferences templom és plébánia barokk stílusban épült, az hogyan, hogy milyen volt, mi volt a története. A szerzetes rendeknek a betiltásán át, a szocializmus, kommunizmus idején egyébként milyen szerepe volt, és ez nagyon fontos, hogy ezt megismerjük, hiszen ezzel a saját helytörténetünket is megismerjük, nem csak egy templomnak a történetét. Igen. És az, hogy együttműködjünk az egyházakkal, az azért is fontos, mert egy nagyon erős közösséget alkot egy-egy egyházi közösség. Számtalan olyan programot lehet szervezni, ami a budai közösséget teszi még erősebbé is. És erre számtalan jó példa van a második kerületben. Akár úgy, hogy talán a Budapest vagy az ország egyik legnagyobb körforgalmában állítottunk közösen adventi koszorút a pasaréti ferencesekkel, vagy a ferencesek 250. évfordulójára a Margit körúton egy kirakat kiállítás, egy üres Margit körúti kirakatban, ami segít hozzájárulni. Vagy gondoltunk az egyházi iskolákra is, amik a kerületben vannak jelen. Igen, és ugye annak én szívből örülök, hogy
regnálásom alatt egy új egyházi iskolával gazdagodott a kerület, még az ökumenikus általános iskola Hidegkúton, azt ugye átvették a bencések, és ha nem is újjal, hiszen régi újjal, de az egy nagyon fontos helyszín. Egy gimnázium az még hiányzik Hidegkútról, hogy most az egyházi fenntartású, vagy nem egyházi, de ezen dolgozunk közösen. Tehát akkor ezek szerint ezeken a különböző második kerületi nevezetes helyszíneken, akár parkok, így említette tanösvény, akkor ezek lesznek az arándoktatnak az egyes stációi állomásai? Nem, ezeket közben és utána is meg lehet nézni. Ugye mi erre a helytörténetre hagyományosan nagy hangsúlyt fektetünk, akár úgy, hogy az megdöbbentő volt, hogy hányan nem tudják, hogy az utca, amiről ahol élnek, miről kapta a nevét. Erre az egyik legjobb példa az Aranka utca, és ezek alá külön figyelemfelhívó kihelyezett táblákat helyeztünk el. Vagy például Trianon kapcsán tavaly előtt június 4-én az összes olyan utcát számba vettük, és kihelyeztük azt, amit ugye a trianoni diktátum után Magyarországtól elcsatolt részekről neveztek el, és kiírtuk egyébként, hogy mi a településnek a neve, és 23 ilyen utcát találtunk, és senki nem tudta, hogy ugye ez akkor a két világháború közötti időszakban kapta a legtöbb ilyen utca nevét, ezért fontosnak tartjuk, hogy ezt megismerjék. Az számomra nagyon furcsa, vagy hogy mondjam sokkal, hogy többen megkérdezik, akár a közösségi médiában, akár magánbeszélgetésben, hogy mi ez a rom ott a Hősvégi út, mellett. Igen. És akkor hát az egy csodálatos Bauhaus bazilika, amit ugye nem fejeztek be, és ott van, de hogy ennyire nem ismeri valaki, és ez nem egyháztörténet, hanem ez helytörténet, hogy egy Bauhaus bazilika a Bauhaus egyik otthonában, a második kerületben az ennyire ismeretlen. És amit a közösségről szerettem mondani, hogy ezen a kinti helyszíni bejáráson, ahol Tóth a Mindszenty Alapítvány, a budapesti, és természetesen Eszterházy kanonok úr is, ott gondolkoztunk a vendéglátáson, az elhelyezésen, a gyermekprogramokon, hogy ennyi embernek mi lehet az a plusz, amit adni tudunk. És fölmerült a vendéglátás kérdése. És akkor én azt mondtam egyből, hogy német nemzetiségi önkormányzat, ugye Hidegkút az egy sváb település. Ők egy nagyon erős és összetartó közösség, akik nagyon finom süteményeket, nagyon jó vendéglátást tudnak csinálni, és mondtam, hogy keressük meg őket. Egyből elvállalták, hogy ők gyakorlatilag biztosítják ezt az egészet. És ez azért nagyon fontos, mert Mindszenty volt az, aki a svábok kitelepítése ellen felszólalt ezekben az időkben. És ez így gyönyörűen összeér szerintem, hogy most a helyi sváb és német közösség biztosítja azt a vendéglátóhelyt, és ez egy nagyon szép összeérés szerint. Igen. Így itt a Budapest Tuning program támogatásával, itt a Remetei Kegytemplom kertjében lesz itt zarándokfogadókapu, információs sátor, csendes imasarok, gyermekszínpad, ebédhelyszín, közös agapé, akkor ezek szerint ez minden a Budapest Brand ZRT-nek ez az új programja kínálja? Igen, és ezt a második kerületi önkormányzat, illetve a német nemzetiségi önkormányzat is segíti. Ugye, aki esetleg nem ismerné a helyszínt, vagy nem volt még a Mária Remetei Kegytemplom bazilikában, ennek egy hatalmas, gyönyörű ősfás kertje van, a templomkert, ami nagyon hangulatos, akár arra, hogy az ember elmélyedjen, akár arra, hogy egy zarándoklat után egy kicsit megpihenjen, egyen, igyon, és hát ugye a Szent Misét, amit Erdő Péter celebrál, szintén ott tartunk meg, úgyhogy én mindenkit arra biztatnék, hogy jöjjön el, mert nem csak az útvonal lesz tiszta és szép, hanem magának a templomkernek van egy egészen fantasztikus aurája. Érdekes, hogy a zarándoklatok azért általában nem egy városon szoktak, igen, nem egy kerületen, igen, szoktak, igen, végigmenni. Hát ha valamit szeretnénk, akkor az pont az, hogy kilépjünk így a hétköznapi környezetből, és kicsit talán pont akár vidéki, vagy olyan utakon menjünk, ahol, hát ha lehet így mondani, a madár se jár. Ezért érdekes, hogy mégis egy zarándoklati városban. Igen, igen. Ugyanakkor... Volt ezek a csoba visszajelzés, akár a kerületi lakosok mondták, hogy hát ide városon megy keresztül egy zarándoklat, vagy? Nézze, manapság azért a városi séták, akár helytörténetű, akár más indítatásból történő, mondjuk tüntetések, felvonulások, most egyszerűen azok gyakoriak. Szerintem nagyon sokan vannak, vagy vagyunk úgy vele, hogy egy,
egy városból kiszakadó zarándoklatra, egy zarándokútra, vagy akár ami több napig, vagy több hétig tart, arra nem tudnak elmenni. Akár azért, mert nehezebben mozognak, akár azért, mert időhiányban szenvednek. És ez ettől különleges. És attól, hogy ugye Mindszenty is a városba hirdette meg, hogy Városmajortól a Mária remeteig. És azt hiszem, hogy ez különleges. Igen, hát tanúságot tenni a hitükről. Abszolút. Így van. Igen. Ott lesz a polgármester úr is egyébként? Igen, az természetesen. Akkor azt gondolom, hogy azért ez mutatja valahogy a kerületnek is a hitét. Nem, hogy kicsit megmutatni azt, hogy hát mi itt szeretnénk ezt így terjeszteni. Mert vannak olyan kerületek, emlékszem néhány 10 éve talán, amikor akár a körmenet húsvétkor nem engedélyezték, vagy nagyon-nagyon húzták az ajukat, hogy hú, hát ezt nem szeretnénk. Azért amikor végigmegy egy zarándok tömeg, akkor lehet, hogy először nem esik le mindenkinek, hogy akkor most mi is zajlik, de azért mégiscsak egyfajta tanúságtétel azzal kapcsolatban, hogy hát mit szeretnénk, hogyha a kereszténység, a keresztény hit, a katolikus hit terjedne? Ez alapvetően tanúságtétel és kiállás minden közösség mellett. Mi azt szeretnénk, hogyha a budai közösség erősödne. És hogyha ez nem egy Mindszenty zarándoklat lenne, hanem egy bármilyen közösségépítő cselekedet, mi ezeket támogatjuk egyébként. Vallástól, bármilyen hovatartozástól megkülönböztetve egyébként. De igen, szeretnénk erre felhívni a figyelmet, hogy a közösségépítés, aki a közösségépítéshez hozzátesz, és nem a megosztáshoz, és ez egy kiváló alkalom erre egyébként, vegyen ezen részt, és tudja meg, és ismerje meg a történelmünket. Hát őrségeige, polgármesternek, nagyon szépen köszönöm. Itt köszönöm. Önkös, hogy áldott zarándoklatot kívánok, biztos, hogy benne egy ismerőseivel is találkozni fog, ez egy kiváló esemény, egy családi esemény is. Abszolút. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.